Üres hotelszobák, kongó terek és parkolók, a turisztikai szektorra drasztikus csapást mért a koronavírus világjárvány. Az utazási korlátozások ellehetetlenítették a szolgáltatásokat. Az újranyitás után sokan belföldön pihentek és alternatív turisztikai termékeket keresték, mivel a járványhelyzet felerősítette a természet és az egészség iránti vágyat. A falusi turizmus, a kempingezés, a lakóautós utazás vagy a különböző aktív turisztikai programok számítottak idén slágernek. Most nagy a kínálat, főleg szálláshelyekből, és hát ugye a falusi turizmus az nem igazán a szálláshelyeket jelenti, hanem azokat a programokat, amely a falu tud nyújtani. És hát ugye másik dolog az, hogy azért egy-két régi szatmári területen található régi rendezvény mégiscsak megújul, vagy megrendezésre kerül most is, és ezek mai napig is vonzerőt jelentenek a környező kisebb városok, vagy éppenséggel Debrecen, tehát mondjuk úgymond a régiós hatáskörben, a régióból is érkeznek ezekre a rendezvényekre. Ha nem is több napra, de legalább egy hosszú hétvégére eljönnek az emberek, és megnézik Szatmárt. A magunk mögött hagyott hosszú hétvégén teltházzal üzemeltek a megyei szállodák. A nyári sikeres fellendülés után ősszel újra nehéz helyzetbe kerülhet a vendéglátás. Az ágazatban dolgozók és a vendégek is abban bíznak, hogy a járványügyi szabályok betartása mellett ősszel is utazhatnak. Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke szerint ezzel együtt a változásra is fel kell készülni, mivel a régi klasszikus vendéglátás már a múlté. Új alapokat kell építeni, ahol a vendégekre új megközelítésben kell tekinteni, és élményalapú pihenést érdemes kínálni. Három hívó szó van, amely hívja a vendéget, az élmény, a nyugalom, a biztonság, és hogyha ez a hármas így teljesen lerövidítve megtalálható egy adott destinációban, ez legyen megyei destináció, ez legyen városi destináció, vagy éppen egy vidéki szálláshely, vagy egy vidéki fürdő, strand, ahol valóban a természet, a turizmus, a történelmi hagyatékok, az épített örökségek, és egy élményt kínáló gasztronómia, egy modern típusú szálloda található, ott nagy valószínűséggel a nyáron jól tudtak fordulni. A Magyar Turisztikai Ügynökség adatai alapján a vendégészakák száma júliusban 17%-kal nőtt az előző évekhez képest, és az augusztusi foglalási hajlandóság is drasztikus növekedést mutatott országszerte. Ha a vendégkedve múlik, továbbra is növekedés várható a belföldi turizmusban. Egy internetes szálláshely szolgáltató felmérése alapján csaknem minden második válaszadó tervez őszre többnapos utazást, és az őszi üdülésre akkor is sort kerítenek, ha ehhez szabadságot kell kivenni.